Sziasztok, Mala vagyok, és ez itt egy ilyen Skyrim modding tutoriál szeretne lenni, hogy a képen is látható csúcs szuper módosításokat ti is tudjátok használni a Skyrimhez. Igazából ez kezdőknek lenne, tehát aki már nyakig benne van, annak nem hiszem, hogy túl sok újat tudok mondani, de érkezett kérés olyanoktól, akik mondjuk úgy, hogy még nem próbálták meg ezt a dolgot, úgyhogy ez nekik fog szólni. Na nézzük, hogy mire lesz szükséged mindenféleképpen, hogyha úgy érzed, hogy modolni szeretnéd a Skyrim-et. Szólok előre, hogy amiket mondok, illetve mutatok, a leírásban ott lesz mindennek a linkje, úgyhogy nem kell elkezdeni jegyzetelni meg ilyesmi, hanem csak simán megnézed, azt rákattintasz. Nos, első körben van egy olyan oldal, hogy nexusmods.com. Itt nem csak a Skyrimhez, hanem gyakorlatilag a létező összes játékhoz, amit lehet moddolni, vannak jó pofa dolgok, úgyhogy ez mindenféleképpen ajánlott. Innen szépen lekapod a Nexus Mod Manager nevezetű a kis programot, amivel kényelmesebben fogod tudni kezelni a modjaidat. Ezt nem mutatom meg, hogy kell telepíteni, mert ez click, next, 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 és kész. Úgyhogy igazándiból, aki nem tud Windows 10 alatt telepíteni egy programot, hát az minden bizonyal fog találni egy tutoriát, hogy kell 3-at klikkelni a next gombra. Nos, hogyha ezt feltelepíted ezt a progit, akkor valami ilyesmit fogsz látni. Leszámítva azt, hogy nyilván nekem itt már vannak telepített modok, nem is kevés. És gyakorlatilag ami zöld pipás, az már telepítve van, amelyik ilyen áthúzott, az pedig nincsen telepítve. Ez most nyilván, hogyha most telepíted, akkor neked üres lesz. De csak a tutoriál kedvéért nem fogom unni is találni az összes modot, sorry. Na, minden esetre a lényeg, hogy itt még annyi gubanc lehet, hogy amint látod, ez is be van jelentkezve. Tehát amit itt ezen az oldalon beregisztráltál felhasználó nevet, meg jelszót, azt ugyanúgy megadod a kis Nexus Mod Managerednek is, hogy lássák egymást, illetve könnyedén le tudjon erről az oldalról tölteni a fájlokat. Oké, na, akkor nagyjából itt tartasz be, vagy regisztrálva, van egy Nexus Mod Managered, mivel érdemes kezdeni ezt az egész projektet? Isten igazándiból, amit mindenféleképpen javaslok, bár nem mindegyik modhoz kell, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokhoz igen, az ez a SKS-e nevezetű dolog, ami gyakorlatilag egy olyan kiegészítés a Skyrimhoz, hogy rengeteg olyan dolgot tudjon csinálni, amit alapból nem tudna. Az most lehet, hogy egy kicsit hülyé hangzott, de gyakorlatilag a modok nagy részéhez, amit csinál is valamit azon kívül, hogy lecseréli a textúrákat, ez kelleni fog, és igazándiból ártani meg nem árt. Gyakorlatilag szintén bepötyögöd, illetve majd rákattintasz a lenti linkben lévő dologra, bejön ez a kis oldal, szintén letöltöd, föltelepíted, next, next, megadod a könyvtárat, boldog vagy, örülsz, kapni fogsz még egy ikont a Skyrim mellé, egy olyan, hogy Skyrim SKS-e, és onnantól azzal indítod a játékot. Nem az alap Skyrim indítóval, hanem az SKS által generált kis Skyrim-os indítóval, és akkor le van tudva ez a projekt is. Gyakorlatilag elképzelhető, hogy neked erre nem lenne szükséged, de mivel tényleg nagyon sok mod igényli, azért én azt ajánlom, hogy rakd fel az elején, és akkor el lehet felejteni onnantól kezdve. Nem lesz vele több baj. No, akkor mondjuk, csináljunk egy jó kis példát, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. Itt vannak mondjuk a top modok, Skyrim-tól kezdve, Armoron, Race Menu, tehát igazándiból minden, ami ilyen top listás persze,
Nyilván nem akarlak rábeszélni egyikre se, tök mindegy, randomra klikkeljünk rá az egyikre. Pont erre a szép kis csontváz szimulátorra sikerült rákattintani. De lényegtelen, mert mindegyik nagyjából ugyanúgy fog kinézni. Gyakorlatilag a mod, amerre klikkeltél, képeken próbálják ábrázolni, hogy mi az, amit csinál a gémmel. Gyakorlatilag, hogyha lejjebb gördítesz, akkor itt lesz az a modoknál általában a leírásba, hogyha szüksége van egy másik modra ahhoz, hogy működjön, azt mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy mi van a requirementben, illetve a leírásban, hogy mi az, ami esetleg szükséges ahhoz, hogy működjön a mod. Mert hogyha ezekre nem figyelsz, és csak így puff, durra letöltöd, akkor nem fog működni mondjuk, vagy nagyon-nagyon hülyén tudnak kinézni bizonyos dolgok, azok nélkül, a modok nélkül, amit szeretnének használni. Most tegyük fel, hogy akkor ezt le akarod tölteni, akkor nyilván kiválaszthatod, hogy ezzel a mod menedzserrel, avagy manuálba szeretnél vele szenvedni. Maradjunk abból, hogy ráklikkelsz a mod menedzseres letöltésre. Ebben az esetben megfog itt a download résznél érkezni ide a mod menedzserbe. Tudod mit, keressünk egy olyat, ami még nincsen letöltve, és akkor ne csak, mert ez már nekem föl van telepítve, keressünk valami olyat, ami nincs, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Mit tudom én, blablabla, csak nem akarom telepíteni. UFO Ultimate UFO. Kéne keresni valamit, amit biztosan nem fogok használni. Children meg... Na mindegy, majdnem aktiválom, és akkor nem lesz vele baj. Tehát mit tudom én, itt van ez, azt mondod, hogy ráklikkelsz erre, puff, felugrik szépen a kis ablak, és már dübörög is itt szépen lefelé. Itt írja, hogy mennyi időbe kerül neki ezt letölteni. Ez azért ilyen kurva lassú, mert bármilyen gyors interneted van, mivel free felhasználó vagy, hát ennyivel jön és punktum. Ha valaki, mit tudom én, Mészáros Lőrinc rokona és nem tud mit csinálni a pénzével, akkor fizessen elő a prémium szolgáltatást, és csak gyorsabban fog lejönni. Ez igazándiból most ennyire nem volt durva, de ha mondjuk egy komolyabb textúra pakkot töltesz le, ami mondjuk 4K-s textúrákkal van a Slow-nak a szemöldöke is kivitelezve, akkor az nagyon durván sok gigabájt is lehet akár egy-egy ilyen textúra pak, és akkor ez nem 11 másodperc lesz, hanem 4,5 óra, csak úgy mondom. Na, azt mondja, hogy NS Children Overhaul, és ezt meg kéne találni, hogy hova pakolta. Neked egyszerűbb lesz, mert rögtön ki fogod szúrni. NS Children Overhaul. Szokott rakni egy ilyen kis jelölő négyzetet egyébként, hogy hova az Úristen haragjába töltötted le, de azt sem látom egyébként. Itt van egy ilyen háromszög, de az nem az. Na, mindegy, itt van. Tehát látod, ilyen kis szürkén itt van a tudsz, ha ráklikkelsz, akkor itt egyébként egy kis ablakban szépen mutatja is, hogy mi az a borzalom, amit letöltöttél. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit itt a honlapon is írnak róla, tehát semmi extra. És hogyha úgy érzed, hogy föl szeretnél telepíteni, akkor ráböksz erre a kis zöld pipára, és szépen fölpakolja a Skyrimre a modot. Gyakorlatilag még arra kell esetleg odafigyelni, hogy vannak modok, aminél följön egy-két ilyen ablak, amiben egyéb beállításokat lehet még eszközölni. Illetve előfordulhat, hogy rákérdez, hogy felülírja a régi fájlokat, most nyilván, hogyha használni akarod a modot, akkor írd fölül. És hogyha el akarod távolítani, most ráklikkelek egy tök másikra, akkor itt a pipa helyett pedig a kis áthúzott négyzet, és akkor szépen leuninstallálja neked a modot úgy, ahogy van. De gyakorlatilag ennyire egyszerű, semmi bonyolult dolog nincsen benne. Nyilván haladóknak bele lehetne menni mindenféle finomságba a
Fú, van hozzá modorganizertől, amivel be lehet állítani a modoknak a töltési idejét, és ezt sokan szokták használni. Megmondom én az őszintét, hogy én ezt még a büdös életben nem használtam, ezért nem is érzem úgy, hogy aki most kezdeni a modolást, annak mindenféleképpen szüksége lenne rá. És hogyha ne adj Isten már meguntad, és nem csak deaktiválni akarod a modot, akkor itt jobb klikkel, mert én ezt most le fogom törni, legalább benne lesz a tutoriálba, hogy uninstallálni is tudod. Ugyanis ez a mod manager a Winchesteredon egy megadott mappába szépen letöltögeti a modokat, és attól, hogy deaktiválod, csak annyi történik, hogy a Skyrimből kiszedik, kikapcsolja, de a videónod ugyanúgy el fogja foglalni a helyet, mert egy tartalék mappába letárolja ez a programot. Összes letöltött a modod. Még esetleg annyit érdemes tudni erről a progiról, hogy látjátok, hogy például itt megvan a jelenve egy ilyen kis felkiáltója. Most neki az a problémája általában ilyenkor, hogy régi a cucc, és van frissebb verzió, és ezt ezzel szokta általában jelölni, hogy van belőle újabb, ne a régit használd. És ha már ezeknél a verzióknál tartunk, szintén érdemes egy-két modnál, mit tudom én, akármelyiknél, arra is odafigyelni a leírásba, hogy mondjuk ennél most pont nem igazán van túl sok minden a leírásba, de hogy szokott lenni olyan, hogy melyik verzióval működik melyik mod. És hogyha elszúrod, akkor nyilván megint nem ugyanúgy fog működni, mint ahogy te azt szeretnéd. Illetve itt a kategóriákat csak azért nyitom meg, hogy érezd, hogy körülbelül hány modról van szó. Tehát csak arról, hogy az Alchemit átbaszkurálja 390-et produkált közösség. Páncélból nyilván marhasok van, de hát itt vannak a kategóriák, ezt majd mindenki szépen végigbogarász, hogy milyen modokra van neki szüksége, vagy mivel szeretnéd teljesebbé tenni az élményt. Esetleg akit az érdekel, hogy az én Skyrim-em hogy van fölmoddolva, annak nagyon szívesen be fogom tudni linkelni a modokat, mert én már azt egyszer összeszedtem, Facebookra is posztoltam, van kép előtte utána. Stb. Úgyhogy akit érdekel, az csekkolja le ott. Na most gyakorlatilag ezekkel a basic alapokkal el tudod kezdeni modolni a Skyrim-edet. Ha gondoljátok, adhatok tippeket, hogy melyikek azok a módok, amik szerintem érdemesek telepítésre, de mivel mindenkinek más az ízlése, ezért így első körben nem szeretnék erre kitérni. Hogyha valaki modolni akarja a játékot, az úgyis azt jelenti, hogy rengeteg időt fog el cseszni azzal, hogy nézegeti a modokat, föltelepíti a modokat, megnézi, hogy összeakadnak-e a modok, újra telepíti a Skyrim-et, mert elszállt az egész. Ha valaki ilyen hibákba fut bele, hogy két mód összeveszik egymással, mint két macska párzáskor, és kinyírja a játékot, az ne lepődjön meg, ez bárkivel előfordulhat. Nem csesztél el semmit. A modolás egyik alapszabálya az, hogyha fölraksz egy modot, akkor nézd meg, hogy működik-e. Már ha egymás után mondjuk földobsz 10-et, a feje tetejére áll a játék, akkor soha a büdös életben nem fogod tudni megmondani, hogy a 10-ből melyik volt az, amelyik kinyírta. Érdemes egyesével, főleg kezdetben próbálkozni, mindegyiket megnézni, hogy működik-e, csinálja-e, nem vágja-e haza az FPS teljesen, stb. Tehát ez egy ilyen viszonylag babra munka, hogy úgy mondjam. Amennyiben valakinek kérdése van, valami nem világos, kommentbe jelezzétek, és akkor megpróbálok válaszolni azokra a kérdésekre is, amik esetleg fölmerülnek. Szerintem én elmondtam mindent, ami egy kezdő modoláshoz szükséges. Úgyhogy sok sikert hozzá, csináljatok minél jobb Skyrim-eket. Ha pedig tetszett az a videó, akkor dobjál rá egy lájkot. Na, sziasztok, Mala voltam.